Sziasztok, még mindig itt vagyunk a Sztori 5 csillag díjátadó gálán, és itt van mellettem Voksán Virág, aki ugye egy több mint rangos felkérést kapott, ugye te leszel az egyik sztárvendég a riói karneválon. Ez hogy jött ez a felkérés? Hát ez úgy, mint a legtöbb fellépésem, a fellépésémnek a 95%-a direkt felkérés alapján jött, amire külön büszke vagyok, ugyanis nekem nem egy menedzsment egyengeti az utamat, mint azt sokan gondolják, hanem egymagam intézem a bookingjaimat, illetve a bejövő felkéréseket, és hál' Istennek nem kell jobbra-balra telefonálgatnom, hanem engem keresnek meg. Úgyhogy ez a brazil karneváli fellépés is így jött, és hát régi vágyom teljesült be ezzel, hiszen azért a brazil karneválon nem akármilyen neveket hívnak meg fellépni, többek között olyan nevekkel fogok együtt játszani, mint a híres Black Eyed Peas együttesnek a DJ-vel, DJ Motivate-tel, Nervóval, illetve Toka Disco és Yves La Rock lesz még, akikkel együtt fogok pörgetni, és ez hát konkrétan mondhatjuk, hogy szakmám egyik csúcsának tekinthető ez a pont. Igen, ez lett volna az egyik kérdés, hogy milyen világsztárok várhatóak, de hát ahogy itt elmondtad, ez azért egy nagyon-nagyon komoly stáblista. Hogy lesz ennek a lefolyása, ezt már tudod, hogy mikor mész ki, mikor kezdődnek a fellépések, hány fellépés lesz, hol? Február 10-én indulok ki Brazíliába, és 15-én jövök vissza. Több várost fogok érinteni, illetve több városban fogok játszani, és pont Yves La Rockkal leszek egy napon. De ezen kívül a többi neves fellépőnek, akik ugyanazon a karneválon, csak más napra vannak beosztva, az ő fellépéseiken is ott leszek, és mindenképpen végig fogom kísérni szakmai szemmel az ő munkásságokat is. Nagyon kíváncsi vagyok, és alig várom. Azért remélem, majd lesz időt bulizni is egy kicsit, azért mégiscsak a karneváról van szó. Természetesen azokon a napokon, amikor nem az én fellépésem lesz, a hétfői napon, illetve az érkezésem napján vasárnap, akkor mindenképp körbenézek egy kicsit, és egy icipicit elengedem magam, kedden pedig én kerülök a DJ pult mögé, akkor viszont 100%-os összeszedettségre és professzionalizmusra számíthatnak tőlem a kedves vendégek. Ugye azt tudjuk, hogy te már bejártad a világot, mint DJ, de Brazíliában már léptél fel? Brazíliában még soha, illetve Brazília volt, ami az a helység, illetve az a országrész, ahová még turistaként sem jutottam el soha eddig, és nagyon nagy álmom volt, nem csak mint turistaként megnézni Brazíliát, de hogy én a brazil karneválon játszak, mint egyik sztárfellépő ilyen nagy nevek mellett, ez számomra hatalmas megtiszteltetés, és erre az évre azt hiszem, hogy a 2013-as évre nekem ez a legnagyobb ajándék. Na hát akkor ez egy külön extra, és akkor végezetül azt szeretném még tőled megkérdezni, hogy ezek után hova lehet még tovább? Tehát azért a brazil karnevál az a világ egyik legmeghatározóbb és legfelkapottabb eseménye. Innen még mi lehet az, ami ennél nagyobb vagy ennél több? Hát nézd, igazából már 7. éve, mint lemezlovas dolgozom. A 7. év alatt minimum heti 2 fellépésem volt. Úgy gondolom, hogy szakmailag, illetve gyakorlati tudásban, amit tudtam, azt felszedtem magamra, bár mindig lehet fejlődni, és soha nem áll meg az ember, mindig tanul valami újat, de amiben még nagyon szeretnék nyitni, és amire most nagyon koncentrálódom, azok a saját zenék, amikből eddig is volt, és ezek után még több lesz. Tehát szeretnék egy évben körülbelül 2-3 új saját dallal kijönni, amihez természetesen videóklip is társul, illetve szeretnék nagyon nagy nevekkel együtt dolgozni. Ugye tavaly sikerült már Axwellnek az énekesével együtt dolgoznom, Maxivel, aki az I Found You-t is énekelte. Nem kis név szintén is gyönyörű vokál hanggal bír. Vele az Are You Ready-t készítettük el tavaly. Azóta már van a Nympho, ugye a legeslegújabb, ami most a piacon van. Rá 2 nagyon komoly remix is érkezett, amik személy szerint nekem jobban is tetszenek, mint az originál verzió. Kicsit progresszívebb, kicsit minimálosabb, de aki engem jól ismer, az tudja, hogy ezek az ütemek hozzám szintén nagyon közel állnak. A commerce vonalat is szeretem, de a leginkább a szívem mélyén inkább a minimális, a progresszív rejtőzik. Hát én tiszta szívből gratulálok neked ez a rangos felkéréshez, fellépéshez. Nagyon sok sikert kívánunk neked, reméljük minket is kiviszel majd Brazíliába. Hát ha befértek a bőröndömbe, akkor mindenképpen. Én mindenképpen, mert én eléggé kicsi vagyok, tehát én mindenképp megyek. Mindenképp befértek. Jaj, köszönöm. További sok sikert, köszönjük szépen. Sziasztok.